A Mozgalom a Polgári Szabadkáért tanácsnoki csoport üdvözölte a kezdeményezést, azonban a lokációval és a szobor felállításának siettetésével nem értenek egyet. Azt hallottuk, hogy március végéig a szobrot fel szeretnék állítani, valószínűleg tartom, hogy a magyarországi választásnak nagyon komoly köze van, a közeledő magyarországi választásnak nagyon komoly köze van, és ez eléggé problematikus. Hogyha ez így van, akkor szemünkben ez eléggé problematikus, hogy mondjuk egy Mátyás király szobor felállítását Szabadkán politikai poénszerzés céljára használnának fel, ami azt gondolom, hogy nem így kell, hogy működjön a rendszer. Ez egy közösségi döntés kellene, hogy legyen, és igazából a város kellene, hogy szépítse, nem pedig egyes politikusoknak a fényképezkedését erősítse. Csákány Lajos szabadkai üzletember február 19-én fordult kérésével Szabadka Város Szoborállítási Bizottságához, amelyet az két nappal később jóváhagyott. A mai városi képviselőtestületi ülésen pedig elfogadtak. Nem a sietésről van szó, arról van szó, hogy van egy hivatalos folyamat, és most értünk ennek a folyamatnak a pillanatában, amikor ezt a döntést meg kellett hozni. Ami a városi képviselőtestületi ülésnek az összehívását jelenti, azt gondolom, hogy törvényes keretek között időben megkapták a képviselők az anyagot, időben tudtak rá reagálni, és ez nem az első alkalom a városi képviselőtestületi munkában, hogy rendkívülést hívnak össze. A 2018-as év Mátyás király emlékéve, ugyanis idén van Mátyás királlyá koronázásának 560. születésének pedig 575. évfordulója.